Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A budavári Nagyboldogasszony templom a Kárpát-medence középpontjában, ezen a szelíd, de titkokat rejtő budai hegyen nem csak a kereszténységet, hanem Európa keleti kapujában a nemzetet és a hazát is jelképezi. A közismertebb nevén Mátyás templom történetének páratlan alapossággal összeválogatott kiállítását nyithatjuk meg a mai napon. A bemutatásra kerülő tárgyak közül a legrégibbek a 13. századból származnak, de megtalálhatók benne a közelmúlt emlékei is. Az egyedülállóan gazdag anyag tanúságot tesz arról, hogy egy ország az évszázadok alatt milyen sokszínű nemzeti értéket és kulturális gazdagságot tud egybegyűjteni. A múlt gyökerei emlékeztetnek minket arra, hogy ezt az örökséget meg is kell őriznünk, és tovább is kell adnunk az eljövendő nemzedékeknek. A kiállításon bemutatott tárgyak és a katalógusban szakszerűen leírt emlékek megelevenítik nagyjaink hitét. Az aprólékos gonddal készített tárgyak megannyi viszontagságot átélve mégis a templom és a plébánia falai között maradhattak, vagy visszakerülhettek oda. A háborúk idején a műtárgyak kellő időben biztonságos helyre juttatásáról számos legenda él, de nem volt könnyű azok visszaszerzése sem. Ezek fényében még nagyobb érték, hogy több száz műtárgyat tudhat ma is tulajdonának a templom. Ezek mindegyikét az itt élők hitvallása és gondoskodása mentette meg az utókornak. Mi most ezeket az értékeket kényelmesen megtekinthetjük és csodálhatjuk, egy-egy vitrínben kiállítva, vagy a katalógust fellapozva. A kiállítás sajátossága, hogy most először mutatja be ilyen egységben és teljességben a Mátyás templom több évszázados múltját, gazdag történetét. Ennek tanúi az itt bemutatott műtárgyak, tárgyi emlékek és dokumentumok. A Budapesti Történeti Múzeummal közösen létrehozott kiállítás és a katalógus a 2015. évi tavaszi fesztivál idején mutatkozik be a nagyközönség előtt. A kötetet, a katalógus kötetét nem csupán a Mátyás templom tárgyi értékeit kutatók forgathatják majd haszonnal, hanem mindazok, akik a nemzeti kultúra iránt érdeklődnek. Ugyan ők gazdagodhatnak, konkrét élményekkel erősödhetnek a kiállítás meglátogatása során is. Amikor a belgrádi apostoli kormányzó helynöke, egy boszniai ferences atya 1621-ben kánoni látogatást végzett Pesten és Budán, azt állapította meg, hogy Pesten működik ugyan egy katolikus kápolna, ahol két délszláv ferences mondja a szentmisét, de a városban katolikusok már nincsenek. Budán viszont él néhány katolikus család, de nekik nincs templomuk, ezért vasárnaponként a Ponton hídon át járnak Pestre a szentmisére. Innen volt szép újjászületni. Ezért gondolnak ma is megrendüléssel 1686-ra, Buda török alóli felszabadulására mindazok, akik ismerik városunk történetét. Ez tette lehetővé, hogy itt újra kereszténység és Magyarország legyen. A kortársak ezt a csodát a magyarok nagyasszonya közbenjárásának tulajdonították. Ő volt, és ő ma is a Mátyás templom és egész országunk védőszentje. Neki legyen köszönet a megmaradásért. Kívánom, hogy a kiállítás megtekintése és a kötet forgatása sokak számára jelentsen igazi hitbeli és művészeti élményt, gazdagodást. Köszönöm szépen a figyelmet!